A Kárpátok Eurorégió az elsőként megalakult szervezet, amely a korábbi keleti blokk országainak határmenti együttműködését fogja keretbe. Több mint 14 millió embert és 140 ezer négyzetkilométert foglal magába az Eurorégió. Tehát egy hatalmas területről, hatalmas térségről van szó, ami már eleve egyedülálló egyébként és különleges mind az Európai Unióban, mind pedig globálisan tekintve. Ráadásul az Európai Unió szemszögéből nézve ez egy olyan együttműködés, amiben vannak Európai Uniós tagállamok, de vannak Európai Unión kívüli tagállamok is, illetve hát Ukrajna ebbe a csoportba sorolódik. Ugye egyébként a másik négy állam, Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország, akiket még érint ez a Kárpátok Eurorégió. Egyébként pedig itt húzódik a Schengeni övezetnek a határa is, ami szintén egy érdekes kihívást jelent ebből a szempontból. Míg az 1990-es években erős, addig egy idő után a tagok közötti együttműködési készség már nem volt eléggé szoros, véli Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Ez egy folyamat lehetett. 1993-ban a megye akkori vezetői és a többi ország érintett régióinak a vezetői azt gondolom nagyon helyesen ismerték föl azokat a lehetőségeket, amelyektől korábban el voltak zárva, hiszen valamennyi érintett ország, egykori szocialista ország. Új lehetőségek, az európai integrációnak az ígérete és az ebben rejlő vélt lehetőségek akkor még megbecsülhetetlen távlatokban lévő integrációban rejlő lehetőségek, azok mindenképpen nagyon helyesen ott lebegtek a szemeik előtt, és keresték is, meg is találták számos ponton az együttműködésnek a lehetőségeit. Ne felejtsük el, hogy olyan területekről van szó, amelyek a határmentiség a 20. században újra rajzolt országhatárok mellett elterülő régiók speciális helyzetéből kiindulva egy különleges igényt fogalmaztak meg arra, hogy az ott élő, egyébként kevésbé prosperáló gazdasággal és közélettel sújtott emberek számára jobb életet, több lehetőséget az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázásával perspektívát, új távlatokat nyissanak meg. Nehéz megítélni ennyi év távlatából, és egy teljes folyamat pontról pontra való értékelése és újra követése lenne szükséges ahhoz, hogy pontosan meg lehessen határozni, hogy melyek azok az okok, amelyek elvezettek oda, hogy az együttműködési készség, ez egy kicsit kihűlt, ez egy kicsit lanyhult. Sokféle tényező együttes hatása, azt gondolom, amely kiváltotta ezt és eredményezte ezt. Ugyanakkor az a kezdeményezés, amelyet a 2007-13-as ENPI projekt, az Európai Szomszédsági és Partneri Támogatási Eszközök igénybevételével elindítottunk, az pontosan abból indult ki, hogy nem lenne okos dolog, nem lenne célra vezető belenyugodni ebbe a helyzetbe, hanem mindenféleképpen ezt az eszközt revitalizálva, ezt a lehetőséget újjáélesztve olyan stratégiát alkossunk, amely kutatja azokat az okokat, azokat a problémás elemeket, amelyek elvezettek a mai állapothoz, és megtalálja a kivezető utat. És új célokat, új prioritásokat fogalmazzon meg, kijelölje azokat az első lépéseket, és az ezekre épülő új távlatokat, amelyek azt biztosíthatják, hogy a 2020-ig terjedő új Európai Uniós programozási időszakban, de azon túl is sikeres lehessen ez az egyébként rendkívüli európai regionális együttműködés, hiszen a legnagyobb, máig a legnagyobb eurorégióról beszélünk, több mint 14 millió ember érintettségéről, határmentén élő emberek érintettségéről beszélünk, és akkor járunk el legjobb meggyőződésünk szerint helyesen,
hogyha ezt az eszközt továbbra is odaillesztjük azok közé, a lehetőségek közé, amelyeket ma az Európai Unió a különböző együttműködési formák, a két és több oldalú nemzetközi együttműködések keretében, legyen szó interregionális, transznacionális, a különböző európai stratégiák mentén való együttműködésekre, vagy akár a határon átnyúló két oldalú kezdeményezésekről, ezekbe a rendszerekbe illesztve, és ezeknek az eszközöknek a sorába illesztve használjuk az ebben rejlő lehetőségeket. Azt gondolom, hogy ez komoly felelősségünk, ez elől a felelősségünk elől nem szaladhatunk el, nem bújhatunk ki alóla. Minden eszközt meg kell ragadnunk, főleg manapság, amikor a megyéknek a fejlesztés politika az kiemelt és elsődleges feladatkörévé vált, hogy mindezeket a lehetőségeket rendszerbe foglalva, ezeknek az összefüggéseit megtalálva, mint egy egymást erősítő, szinergikus hatásban alkalmazva, végső soron az itt élő emberek, a határmenti régiók polgárainak a javára próbáljuk hasznosítani. 4 ország, 6 partner közös, több mint 520 ezer eurós fejlesztése volt a határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működtetésével című projekt. A határrégiók fenntartható fejlesztését azonban nem csak a most záruló projekt, hanem más források, lehetőségek is segíthetik, emelte ki a stratégia megalakulását segítő irodavezetője. Ez a projekt, amiről most szó van, egy 4 országot érintő projekt, ugye a határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működtetésével című projektről van szó. Ha már projekt, és ugye most a közelmúltban elkezdődött az új uniós költségvetési ciklus, akkor a projektek, programok hogyan segíthetnek akár az együttműködésekben? Van esetleg olyan dolog, amit ezzel a szférával kapcsolatosan mindenképpen kiemelne? Én azt gondolom, hogy stratégiai időpontban vagyunk ezzel a munkával. Ugye ennek a központi eleme, ennek a közös projektnek egy olyan 2020-ig tartó stratégia megfogalmazása, amely nem csak hogy prioritásokat jelöl ki, de konkrétan már 46 darab együttműködési projekt is beazonosításra került. Ugye kérdés, hogy hogyan valósulnak meg, ki fogja ezeket finanszírozni. Na, ebből a szempontból vagyunk stratégiai időpontban, hiszen a 2014-2020-as Európai Uniós ciklus ugye elindult, és ennek keretében számos transznacionális és határon átnyúló program érinti térségünket, mindegyik saját költségvetéssel. Ezek kétoldalúak és többoldalúak is lehetnek. Én most konkrétan föl tudnék sorolni 10 olyan transznacionális vagy éppen határon átnyúló programot, amelyek jelentős költségvetéssel és a mi területünket, ennek az együttműködésnek a területét érintő módon tudnak finanszírozni együttműködési projekteket. Készült egy stratégiai dokumentum, ami részletesen vizsgálta az adottságokat és lehetőségeket, és beazonosított számos prioritást. De hogyha józan parasztészre próbálunk gondolkozni, ugye itt van egy területi egység, amelyen 14 millió, több mint 14 millió ember él, akkor már is ez számos lehetőséget következtet, például gazdaságfejlesztés számára, gazdasági együttműködések számára. Azt gondolom, hogy egy 14 milliós piac nagyon sok cég számára, különösen kis-középvállalkozások számára izgalmas lehet. Egy olyan piac, ami itt van a közelünkben, elérhető viszonylag könnyen, viszonylag gyorsan. Ha a turizmusban gondolkozunk, megint csak ennyi ember, ennyi potenciális látogató bármelyik ország számára izgalmas. Ugye ha megnézzük Nyíregyházát, Nyíregyházán, Sóston pontosan olyan vendégek vannak, akik leginkább a környező tagállamokból, környező országokból érkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy a turizmus számára is fantasztikus lehetőségeket rejt az együttműködés. De az együttműködésnek van egyébként kicsit más politikai jellegű szerepe is. Ugye itt van a szomszédunkban Ukrajna, ami most azért egy válságövezetnek minősül. Én azt gondolom, hogy akkor alhatunk nyugodtan, és akkor fejlődhet hosszú távon ez a térség jól, ha Ukrajnában béke és nyugalom van, és fejlődés valósul meg. Ebben is segíthet ez az együttműködés.
Aztán ugye nagyon fontosnak tartom azt is, hogy, és a jövőben egyre fontosabbá válik, hogy biztonságos, és lehetőleg minél inkább megújuló energiákra épülő energiaellátás legyen. Ebben is szerepe lehet egy ilyen együttműködésnek, segítheti ezt a folyamatot. Úgyhogy azt gondolom, hogy számos nagyon érdekes, számos olyan terület van, ami nem csak egy általános stratégia számára fontos, vagy éppen döntéshozók számára fontos, hanem befolyásolhatja a mindennapi életünket is. A projekt 2013. december 24-ével indult, és eredetileg 22 hónapra terveztük, de aztán meghosszabbítottuk a projekt végrehajtását, és most 2015. december 25-én zárul. A projekt fő célja az volt, hogy újra életet leheljünk a Kárpátok euróregióba, megpróbáljunk közösen gondolkodni és olyan közös célokat találni, amik a Kárpátok euróregiót újra központba hozhatják, illetve új célokat találhatunk számára. Ez egy nagyon jó időszakban készült maga a projekt, és a stratégia is, amit a projekt keretében valósítottunk meg, hiszen a Kárpátok euróregió számára is volt egy korábbi stratégiai fejlesztési program, ami lezárult 2013-ban, és az Európai Unió új programozási időszakával összhangban 2014-2020-as időszakra vonatkozik az új stratégiánk. Itt a stratégiánál nagyon fontos volt azokat a célokat figyelembe venni, ami fontos számunkra, de figyelni azokra a célokra és prioritásokra is, amelyek az Európai Unió új programozási és határmenti együttműködési programjaiban prioritásként szerepelnek. Mik a fő célok ezen belül, hiszen nevezzük a stratégiát új elvnek, vannak prioritások, de vannak esetleg fő csapásvonalak, amik mondjuk a nézők számára is érdekesek lehetnek? Miben tudtak együtt gondolkodni az öt központi régió? Nyilván olyan céljaink is vannak, hogy a kisebb, tehát az emberek közötti együttműködés, ami gyakorlatilag hozhatja persze a turizmus fejlesztését, hozza az ökoturizmus fejlesztését, hozza magával a klímaváltozásból adódó problémáknak a kezelését, új alternatív energiák bevezetését. Tehát mindazon célokat, amik az Európai Unió számára most új célokként is megjelentek. A gazdaságfejlesztés, ami szintén nagyon fontos. Körülbelül 50 projekt fogalmazódott meg az egész stratégia végén. Ezek a projektek a kulináris Kárpátok euróregiótól kezdve olyan kerékpárutak újjáélesztése, amelyek a gátak mentén vagy a régi kisvasutak vonalán alakítanának ki. És számos olyan projekt, amiben továbbiakban együtt gondolkodhatunk. Ezek olyanok például, hogy az ICT rendszereknek a fejlesztése, tehát olyan infokommunikációs eszközöknek is a bevezetése, amik innovációt segítik, és Kárpátok euróregió egész területének a fejlesztését segíthetik. In all over Europe, including non-EU countries, there are around 200 cross-border structures, and more than half of them are euro regions, so some more than 100. Well, it's very special because normally euro regions are composed by authorities from two countries, maybe from three. But in this case, this euro region is composed by authorities from five countries. And then even one of them is non-EU, and it is very special country like it is Ukraine. Well, the most important is that the five different type of authorities from different countries, they have made a very complex exercise of identifying common challenges. And then the strategy is proposing common answers to question of infrastructure, to question of education, public services, together. So that means it's very difficult to have five different programs that will be very difficult to implement. But suddenly, if you put all of them together to find the minimum common denominator and propose shared actions, it's much easier to achieve the good results.